Thank you.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, itt az este, itt a Late Night, kezdődjön a Talkman, és azt mondom, hogy nyíhá! Azt hiszem nem minden változott meg ez idő alatt, sziasztok, üdv mindenkinek, gyors nyomkodás, nézzük meg, hang jó, ez zene megy, talpas lófasz veletek-e? Nem, azóta csak így tudok beszélni, gyerekek. Nézd már, ja, én meg kilógok a képből. Ma se ülünk kényelmesen. Sziasztok, hello. Várjatok, na gyerekek, hát itt már olyan újítások vannak. Várjál, szarrébb húzom. Olyan a hangom, mint a buborék. Hát én ilyen buborék hangú vagyok. Képzeld el, mikor mutált a hangom kamaszkoromban, akkor tudod milyen volt a hangom? Kappan hangom volt, lapát hangom volt, már majdnem, az már majdnem lapátolt. És Szebi, tetszett a választott Electroswing, köszönöm, és hát hogyan is, már hogyha már is köszönöm az első donétet, Szebi lett az első. Ú, basszus, nem csináltam napi szavazást. Nem csináltam napi szavazást, gyerekek. Ó, bazd meg, elfelejtettem. Várjátok kicsit, hogy én is halljam a zenét, ugye ezt kiteszem monitorra, fülesre.
Mi ez? Zene. Ja, hogy van? Csak le van halkítva. Én is halljam, az én is hangulatban jöjjek. Igen, hát a donétet, látom, megtaláljátok, nem kell kitenni, de leírásban lehet, hogy ott van amúgy is, nem tudom. Esetleg majd Szotit megkérjük, hogy néha csinálja, linkelje be a donétet a többi jósággal, hogy hol lehet. Na, hello, hello, sziasztok gyereket, hát itt vagyunk, megújultunk, hát itt nem izélünk most már. Nem megyünk, most már szintet növekedtünk. Ti meg lehet, hát nőjük le, meg lehet a 10.000 feliratkozó is, Patreon is beindult. Itt már nincs, itt már nincsen lehetőség arra, hogy jaj, majd megcsinálom, majd lesz. Nem tudom, hogy tetszett, hogy végre van egy igényes indexkép, mostantól ez lesz. És mindig a tévében lesz ugyanúgy a képmontás, hogy miről lesz nagyjából szó. Mit szóltok? Van egy új logónk is, ugye meg egy új ilyen visszaszámlárós rész, ahol most ugye írta is Szebi, hogy nagyon örül neki annak, hogy jó zenéket választottam, de szeretnék lehetőséget adni feltörekvő zenészeknek, akiknek mondjuk nincsen lehetőségük, vagy hogy megmutassák, és hogyha copyright free a zene, küldjétek el Instán e-mailbe, és az lesz a Late Night Talk men előtt. Azok a zenék. Jézusom, mik történnek itt? Hát csak elveszem egy pillanatra, mert mindjárt kicsit elkezdek elélvezni, de még ezt, még most itt, még most nem szabad kiesni. Szóval szeretném azt, hogyha minden Late Night Talk men előtt, ez a 10 percben legyen 2-3 zene, amit mondjuk ti készítettetek el, és meg szeretnétek mutatni, küldjétek el, és hogyha nem annyira szar, akkor lejátszom előtte. Szóval ez a másik. A másik, hogy van mikropor, szóval nagyon jó a hangminőség is, ha minden igaz. Ugye? Remélem ez ilyen. És végre van egy normális kamera. Rendes, igazi, full HD. És ugye már ezt a Twitch nézők már láthatták, de hát csodáljuk meg, itt van Leonardo DiCaprio is, köszönj a nézőknek. Nézd a 2000, mi a fasz? Milán? Nézzétek, figyeljétek, milyen jó a fókusz. Mostantól, látod? Na, ilyen szép részletességben még soha nem láttátok Leonardo DiCaprio-t, szóval mutatni akarok valamit. Ez milyen gyors fókusz? Figyelj, Leonardo, milyen gyönyörű. Gyönyörű a test. Az igen. Fényekbe. Na, vigyázz, add meg, hogy jó adás legyen ma, és még annyi, hogy még ez a logó is meg fog változni, de azt elfelejtettem megcsinálni, ugyanarra, mint ami az indexképen meg a felszopóval van. Az új dizájnt köszönjük meg Kesnemének, hát kinek köszönhetnénk, ha nem neki. Szóval, gyerekek, fejlődünk. Most már ideje volt, hogy most már ebben a műsorban is ezt a sok donétet, amit kapok tőletek így adásról adás, meg a Patreon, ne csak a stáblista utánban, meg az ilyenekben, tegyük bele ebbe is. Szóval, és már is köszönöm a donéteket Esztinek, azaz a legjobb névnek, ami valaha létezik, Tóth Karácsony, Sallai Varázsló, Gergely Már Bobeknek. Ugye, ja, várjál, mindjárt meg is teszem. Hát ugye én neki ígértem egy moderátort, hogy többen legyünk. Szóval üdv újra, itt hiányzott már a Talkman hashtag bobberek. Eszti nagyon elkezdte ezt a hashtag bobberek dolgot. Bence Somlai, 700, jók a videók, így tova. Köszi szépen, lehet, hogy önnek lesz egy lova. És Milán atya a szokásos eleganciájával szó nélkül csak egy 2000-et. Így borítékba, virtuális borítékba átadott így az adás elején. Szóval, igen. És nem csak ez változott, hanem ez azok adások közé tartozik, ahol egy részletes műsortervvel jöttem. Gyerekek, még a végén fulltime YouTuber leszek, és lesz időm ilyeneket. Látjátok, ilyen, amikor van időm megcsinálni dolgokat. Szívesen.
Ebben Esmeralda szemműtéte is támogatva lesz, lehetséges. És nagyon sok mindenről akarok beszélni, úgyis ez a kis felszopó rész. Én minden hallom a zenét, lehet, hogy bedugom így. Marcit nem tudom, hogy mi történt vele, látom, nagyon sokan kérdezitek. Ja, még annyi esetleg, hogy mostanában a Discord szereti azt csinálni velem, hogy ledobja a streamet. Ne ijedjetek meg, várni kell egy 3-5 percet, frissítsétek és jó lesz. Szóval kérlek titeket, ha bármi történik, ne menjetek el. A nettel is lehet probléma, de múltkor a Sergio-val is Twitch streambe kiderült, hogy nem a nettel van baj, mert én ugyanúgy látom mindig a chatet, illetve a Discordon is ugyanúgy tudtam beszélni a többiekkel, ami net nélkül, hát... És beszéljük akkor egy kicsit a tegnapi live-ról, nagyon jó éreztem magam, jó volt egy ilyen kicsit surreality feelingbe lenni, de nem merem azt mondani, hogy innentől ennyi. Ez egy köntös, nem egy pizsama, azért ez Taki bácsi irigyelhetné a szomszédomból. Érzem a szocializmus illatát. Ebből soha nem megy ki a szocializmus illata. És nem tudom, mi történik, mert még a live-ba beszéltük is Marcival, hogy ő kívánságnap lesz, és akkor direkt majd abba hagyja, mikor elkezdem. És így felpromóz. Az a helyzet, hogy nem tudom, mi van vele. Reggel még találkoztunk, én mondtam, hogy nem akarok sokáig ott lenni, hogy ott alszok, meg ilyenek. Szóval 9-kor a Sallai úrral leléptünk. Hát, Mókus úrfiból nem láttunk sokat. Szóval valamit nyögdécsel, de nem tudtuk, hogy mire gondolt, szóval leléptünk. És hát Bagoly írtás, a jó öreg Bagoly írtás. A kedvenc helyem, ez nem vitás. Vele jövök még a végén, gyerekek. Szóval nem tudom én sem, mi van vele, kicsit aggódok. De nagyon jó volt a live. Még amíg, tényleg nem akarok ilyen belterjes dolgokat mondani, hogy azok, akik nem voltak ott is, azt hallgassák, és arról beszélgessek, de nem tudom, ki emlékszik, mi történt Sallaival az este folyamán, az alváson kívül. Az velem reggel történt meg. Szóval ugyanakkora volt a hasonló, és ugyanolyan problémákat észleltem. De én hazahoztam. Hazahoztam. Kijött. Ezek után már volt egy sanda gyanú, mivel nem úgy jött ki, mint ahogy ki kéne jönnie, hanem így nagyon. Szóval most már nem lehet változtatni, de ezek után egy kettesre értékelném a kaját, mert kaptunk egy diszkrét ételmérgezést, de egyre jobbak a rímek. Tessék, kicsaptam neked a tímet. Szóval, na, pénisz viccek lesznek, most már teljesen nem tudom, most már elindult a mozgalom, a hashtag nem is tudom mi volt, free bobek pénisz vicc, vagy free pénisz viccek, már nem is tudom, azt hiszem azt is ezt kezdte el, szóval már nem tudom, hogy mit, most már nem tudom. Na de ez egy intellektuális műsor, nem beszélünk itt kakilásról. Itt arról beszélünk, hogy igen, ugye ez a kis felszopó rész, ilyenkor még belelendülünk, megismerkedünk, ilyenek. Van egy Facebook csoportunk, ahova általában csak én szoktam posztolni, de már látom, hogy egyre többen a többiek is, nyugodtan csatlakozzatok. Például kifelejtettem oda posztolni ezt a mai adást, igen. Meg kell változtatnunk sürgősen a nevét. Nagyon sajnálatos, hogy valószínűleg a vírushelyzetben sokan elvesztették a munkájukat, és a munkák és társai TS irodától rengetegen munkáért jönnek be a csoportba, a leírások alapján és a korból ítélve. Szóval valami más nevet találjunk majd ki neki, mert nagyon kellemetlen. Nagyon kellemetlen, hogy emberek jönnek, és sem tudunk mi ebben nagyon segíteni. Szóval
találjunk ki valami új nevet. Leonardo DiCaprio-nak is nagyon jó nevet találtunk, de nem működik. Nem tudom, hogy stáblista utánzók, vagy faszom se tudja, nem tudom. Jól gondolkodjunk ezen az adás folyamán. És ugye az egyik témánk a kellemetlen elköszönések lesznek. Ugye mindig vannak olyan témák, ahol interaktívan beszélünk, még végig interaktívan beszélünk, de itt a ti sztoriaitokra is kíváncsi vagyok. Még nem most írjátok, kezdjetek el gondolkozni, hogy ilyen randik után, maszkba, milyen kellemetlen szituációba keveredtek az életetekbe, vagy akár pont, hogy pozitívan jött ki. Majd a műsor utolsó részébe erre is kitérünk, de kezdjetek el agyalni. Szóval, bobisták, bobberek, aj ne, bobberek, nem akarom, hogy ilyen ember, stáblista után, stáblista után, de ez előtt. Mondjuk az nem is rossz. Amúgy, ha lehet, kapcsolod be te is a tagságot. Figyelj, Norbi, én eddig azért nem kapcsoltam be a tagságot, mert a Twitch-en is fel lehet rám szubolni, és van Patreonom, ott is tudsz $1 támogatni, mert nem akarok ilyen pénzéhesek tűnni, még itt is bekapcsolod, de ugye minden egyes Late Night Talk member bejön ez, be fogom kapcsolni, gyerekek, ha nektek jobb itt adni, mint a Patreonon, legyen. Nekem mindegy, a ti pénzetek, hát most... De nem, minden egyes Late Night Talk member feljön, hogy kapcsoljam be a tagságot, bekapcsolom, és áthozom ugyanazokat a emote-okat a Twitch-ről ide is. És akkor mindenki örül, és én is. És nagyon köszönöm, hogy támogatni szeretnétek. Egy új rendszertelen gondolkoztam, srácok, hogy lehet, hogy úgy kéne, hogy egyik héten van Bobby vlog, egyik héten stáblista után, és a harmadik héten nem. Hogy van? Szóval úgy van, most stáblista után Bobby vlog... Ne, a faszom, mi ez a műsor? Late Night Talkman, Late Night Talkman, Oké, hát figyeljetek, legközelebb bekapcsolom, srácok. Most így adást már nem szakítom meg emiatt, még itt kattingatok, meg kit kell tölteni, biztos fasság. Szóval mindig úgy lesz, hogy Late Night Talkman, Bobby Videoblog és stáblista után, de nem akarom azt, hogy a stáblista után, mondjuk ez 3 hetente lenne, de nem biztos, nem akarom azt se túl tolni, mert aztán meg azzal lesz a baj. Szóval most így ez van így belülve, hogy minden héten más lesz az adott event, szóval most van Late Night Talk, meg jövő héten egy Bobby Vlog lesz, ahol a 2020-as legjobb, legérdekesebb és kedvenc easter egg és utalásaimat fogjátok látni a 2020-as videóimból. Volt már téma bántalmazás? Még nem. Hamarosan lesz. Ez nagyon érdekes. És akkor ugye már ez is már feljött, hogy akkor itt mindig megbeszéljük, hogy az előző videóimról mik voltak a észrevételek, kérdések. Kezdjük a vloggal. 2020 évköszöntős volt a legújabb vloga. Nagyon örülök, hogy már ennyien néztétek meg. Szerintem majdnem 10K-nál tart. Hát szerintem a Patreon is levon nagyon sokat, ott nem csak levonják a ő részüket, hanem még azt is, hogy használhatom a túlszokat, azért is levonnak, szóval lehet, hogy ugyanott van az ember. Hello, új emberke vagyok, te ki tetszel lenni? Én nagyon tetszek lenni. Hát... Hosszú. Ez a hajt, ez hova akar jönni? Így. Na és akkor igen, szóval a vlog. Volt a végén egy ilyen kicsit erotikusabb jelenet sorok, amivel nyilván, mint minden videóimban érzéseket akarok kifejezni, hogy bennem vannak, meg hangulatot, amiket még megélek, vagy valami. És egy kicsit nem szoktam háborogni nagyon. De ezután a videó után a kommenteknél kicsit idegesebb lettem, nem ez túlzás, hogy ideges, csak egy kicsit szomorúan vettem észre, hogy nagyon sokan kicsit ilyen gyerekesen közelítették meg erről az oldalról. Erre költed a YouTube pénzt, hogy pornó, kurvázol, úristen, szopornó van,
mennyit fizettél a kurváé? És akkor ezek jöttek, és ezek kicsit ilyen csalódottsággal töltött el, hogy mindenki ezt látta, hogy ú, szoftpornó, meg kurva, meg erre ment el a pénz, és nem úgy élvezték, mint mondjuk egy alkotás lett volna, hanem ilyen kicsit ilyen dodósak. Utáltam a popót! Értitek, hogy mit akarok mondani? Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről. És a PayPal, igen, a Streamlabs-es amúgy az PayPal, John. És egy kicsit érdekel, ez rosszul esett, vagy nem rosszul, hanem hogy ilyen csalódás volt, hogy most komolyan. Sejtettem, hogy lesz egy-két ilyen komment, aki gyerekesen áll ahhoz az utolsó szegmenshez, ami történik. Csak hogy így nagyon sok volt. Lehet, hogy jó fejeskedni akartak meg viccelni, de nem tudom. Én örültem azoknak, akik tényleg így elgondolkoztak, hogy mit jelentett, mit adott nekik, tudták így akár csak esztétikailag értékelni, hogy szép volt. De így van, ahogy Attila írja, hogy ez a YouTube Bobby, szóval igen, szóval túltettem rajtam, meg hát azt is meg kell értem, hogy nem mindenki ugyanúgy látja ezeket a dolgokat, nem úgy mondjuk élvezi ez. Attila, sajnos várható volt Bobek, mindig vannak, akik csak ennyit látnak, hogy egy női test hú, és már ki vannak, szard le. Hát igen. Nekem tetszett az a rész, nagyon profin volt megcsinálva, de nem tudtam, mire gondoljak alatta, hogy mit kellene éreznem. Aha. Ez jó. Hát ez ilyesmi bevág, lehet, hogy rossz szakmában vágtál. Nem feltétlenül, mert ezek nem troll kommentek voltak leginkább, hanem ők így izéltek. Szóval, nem... Na, mi történt? Jánosi Gergő, tesó! Ezt a tesózást, ez már majdnem az új geci a tesó. Annyit mondom. Szóval, köszönöm szépen az ezrest, és köszönöm, hogy Patreonon is támogatsz. Hát már hova? Hova ennyi? Tényleg, Patreon! Mindig felolvasom a Patreon, hogyha adás közben lesz valaki Patreon, de meg is köszönöm a legújabbakat is. Azonnal. Mondjuk erről még később akartam, de tudjátok, hogy később is fogok beszélni, nem töröm meg ezt a témát. Szóval az más, hogyha kritizálják, amit csinálok, de ez nem kritikának éreztem, hanem csak, hogy nem az jutott el a dolgokhoz. Sokaknak a szexualitás annyira tamú még mindig, hogy nem meglepő az ilyen reakció, nem tudom, ez nevelés kérdés, vagy simán társadalmi normák okozzák. A lány szempontjából is sértő. Ja, igen. Hát, de nem, azért őt felkészítettem erre. Azt hittem, a montázsra gondolsz érte. Hogy azért lesznek ilyenek, ne vegyek komolyan, meg hát trash humor, meg meg ilyenek, szóval... Felettő az új Covid. Messze a női testet én sértettem, de profizmus látszik. Abban a testben is volt profizmus, azt kell, hogy mondjam. A monitor közben stroke-ot kap. Mi? Belátszik a monitor? Vagy a szemüvegemből? Csoportnév tesók. Kicsit hangos a zene. Jó. Szóval ennyit akartam igazából erről mondani. Kinek hogy tetszett? Amúgy most az újévi videómról volt szó. Ki az, aki megnézte esetleg a sok VB-ből átvetted a tesó gecizést, lehet amúgy, de már nem, már szerintem a geciről eléggé leszoktam. Kontextus fontos. Fontos. Ez a 2020-as év köszöntő első vlogomnak az évbe. Igen, mert nagyon kitettem a monitort a szélére, mert így meg benne van hogyha így lenne, ez így csúnya. És akkor így félig lelúg. És ahogy én meg itt kattintok, meg basztatom az asztalt, így... Ja. Ja, igen, én nem láttam a monitor szélét, mert ott volt a chat fal. Ah. Csak még jobban kell kinéznem, már kiesik a szemem, nem tudom annyira elnézni.
Ja. Na de nektek hogy tetszett? Nagyon örültem, hogy pára próbáltátok megfejteni, mögé látni. Szóval... Ja, hát most két... Nincs nagyon most vlog terve, megmondom őszintén. Van ez a easter egg-es, meg egy a közös napon Munkák Istvánnal, nem tudom, hogy mondtam, az lesz a következő, az utáni. Azóta szoktam rá Ónodi zenére, helyes. Ónodi írt, reagált, azt mondta, hogy megtiszteltetés, örül neki. Nem tudja megnézni, mert éppen a sivatag közepén volt, szóval nem volt adatforgalma. Na. És akkor, ha már Patreon, feljött a szó a Patreonról. Nagyon szépen köszönöm az új Patreonokat, köszöntjük. Relationship Manager. Már is mondom, kik az... Bazd meg. Az újak. Kitti Sallai, Niki, Dmerész, Eszter és Gergőt. Mondom, és Gergőt még egyszer, ugye kiemelt támogatók is vannak. A Báron Péter, a Gergő, a Virág és a Podi. Ezt most úgy, amúgy végigkörgettem, nem találtam meg. És ugye sajnos a múltkori Late Night Talkman-ben megígértem a karácsonyi részt megkapják a Patreonosok. Ezt jövő héten megcsinálom, ne haragudjatok, hogy megcsúsztam vele, illetve a stáblista után kimaradt jeleneteket is. És ha már kimaradt jelenetek a stáblista után, arról is beszéljünk, mert ahány ember elküldte nekem azt, amit mondtam a videóban, hogy a diákfilmesen és diákfilmesek, vagy ilyen diáknaposok rekreálták, rengetegen elküldték nekem. Sokan leírták kommentbe, hogy ők emlékeznek, hogy megtörtént. Szóval elmondták, sokan leírták a kommentbe a Mandela effekt jelentését a gyakorlatba. Szóval jó volt. Sajnos sok mindent kivágtam, és az volt a legnagyobb baj, hogy kivágtam azt a kulcsmondatot, a Bajévását. Azt is nagyon sokan elküldtétek, hogy a Bajéva elmeséli a történetet, hogy hogy történt a 6-os a fasz 9-es legendája, a lottó sorsolás. És akartam mondani, csak azt is kivágtam, pedig annyira éreztem, hogy nem kellett volna, hogy a Bajéva se volt ott. Egy másik interjúban konkrétan elmondja, hogy ő csak egy technikustól hallotta, hogy ez megtörtént tegnap, vagy tegnap a napokban. Szóval ő nem is volt ott, csak elmondta, most meg kicsit így házalt vele. Szóval egy másik interjúban a technikusra mondta, hogy ő onnan hallotta. És ugye elabban rádió interjú volt. Hello Botond! Szóval ez nehéz elfogadni az embereknek. És tényleg kedvencem azt, hogy sokan leírják, viszont nagyon tetszett az, nem, másnapos vagyok? De képzeld el, nem. Most megszakítottam magam, mert oda néztem, nem vagyok másnapos, nagyon jó keltem fel. Reggel is, mondom, csak a pociba voltak problémák, de aztán hazajöttem, kiszartam magam, aludtam egyet, azt mentem a dolgomra. Nem, ezt kaszinózni itt nem fogunk. És ezen felül pedig olyan jó kommentek is érkeztek a stáblista után, ahol mindenki engem dics, nem, hanem akik írtak több magyar Mandela effektet, és utána néztem mindnek, és konkrétan már össze, és működnek, szóval összejött már lassan egy fél magyar Mandela effektusok kettő videó is, szóval lehet, hogy előbb-utóbb ez is meg fog történni. Szóval ennek nagyon örülök, hogy többen is írtak, és kicsit izélek is, hogy miért nem vettem észre. Oppá! Botond, szépen köszönté, ezért odaadom az összes pénzem. Ó, Botond, szőröm vezérem, annyira örülök, hogy itt vagy. Anyád, heringreves János. Fúj, de rossz lehet, hogy heringreves. De köszönöm, keep it up! Tolom, tesó! Köszi a donétet! Köszönöm!
De nem az lesz a következő stáblista után. Azért mondom, hogy lehet, hogy a következő stáblista után amúgy egy kicsit később fog érkezni. Abban biztos vagyok, hogy februárban. Mert az egy nagyobb kutató munka, több napnyi kell, és meg is kell csinálni a videót, szóval igen. És a másik, amit elfelejtek mondani minden egyes stáblistába, igen, most érkezett meg, pap, hogy jöhetnek ötletek, szóval jöhetnek stáblista után ötletek a videó alá, kommentbe, hát ha lesz olyan, amiből elindul az agyam valahova, és meg is említem a... Gyerekek, elég hosszú ma a felszopó rovat, de nem is baj, mert így számoltam. Remélem nem baj, hogy még nem mentünk bele a mi témázásba. Ott írja Szotyi, hogy odaírta a videóhoz is, ha valakit bővebben érdekel, hogy lesznek hamis emlékeink, ajánlja, hát most nem látom a Danny L. Schachter, az Emlékezet 7 bűne című könyvet. 6-os, 9-es megtörtént. Jó, szerintem örök életemben ezt fogom hallani. Na jó, szóval jöhetnek stáblista után témák a videó alá, vagy valami. Azt már elmondtam a sorrend, és még a felszapó rész, ez egy utolsó. Egy kicsit hadilábon vagyok visszareagálni a nézőknek a dolgaira. Szóval én nem azért nem reagálok feltétlen vissza, mert bunkó vagyok, hanem nagyon utálok írásba beszélni. Szóval van, hogy másoknak se írok vissza egyből, főleg, hogyha van dolgom, vagy el vagyok foglalva. Csak mondjuk így akik itt legfontosabbaknak, vagy itt van így rám jön egy hullám, és nagyon sokszor kapok üzenetet, és megnézem, elolvasom, és na majd reagálok, és elfelejtem. Szóval előre is bocsánat mindenkinek, aki ott látta, és nem reagáltam vissza, igyekszem ezeket. És a másik eset, hogy nagyon kapok olyan kérdéseket, amik... egy hosszabb regényt, kifejtést igényelnének, szóval a Late Night Talkman új rovata megnyílik a Nézői Levelek címmel, ahol beszélni fogok, mert tök jó témaötleteket ír, vagy hát szeretnék válaszolni, de nem akarok regényt írni, ezért adásban mondom el, és egy tök jó feature az adáson belül is. 300, a fasz, 400 néző. RTL TV2 programháború, igen, nosztalgia, mint témát, az az egész. Nem baj, Bobek, megértem, úristen! Szotinak se írtam vissza akkor ezek szerint. Ebben szörnyű vagyok. És az a baj, gyerekek, hoppá, Zsanett! Ezúton szeretnék feliratkozni a Bobek tábor listájára, de nem lesz, akkor ásványvízre küldöm. Köszönöm, Zsanett, a támogatást. Tehát a néha tábor az, meglátjuk, hogy jön a, hogy lesz így a Covid meg a dolog. Egyre jobban érzem azt, hogy 150 főt össze tudnék hozni. Tudnék. Lehetséges, hogy összejön. Meglátjuk. De van B-tervem, hogy mi lesz, ha nem tábor. Szóval... Szia, Bobek, szerinted megérni, ráírni Crush-ra? What? Na mindegy. Na meg akik olyan, mint a Esztő, minden nap mindenhol rám ír kétszer, azok, mert már azért nem írok vissza, bocs, Eszti. Nem tudom, állandóan csomó tíz. Még, köszönöm, Szotyi. Na, és akkor jöjjenek is a két nézői levél. Figyeljetek, a B-terv a 100%, hogy meg lesz. Az augusztus vége, szeptember elején. Azt már elkezdtem adjálni. Jöjjenek a nézői levelek, amit nem készítettem elő, mert elfelejtettem ezt. Kicsit ilyen feledéken vagyok. Bohém! Engem úgy szoktak hívni. Múltkor mondták, hogy...
nem adtam le időbe egy vágást, és elfelejtettem, hogy kellett volna. Te olyan bohém vagy, és amúgy tényleg én ilyen bohém ember vagyok. Nagyon. Na, Csocsó kérdezi, Csorba Eszti. Nem tudom, hogy amúgy ezt elmondhattam volna, nem kérdeztem meg. Köszönöm a gratulációt. És de látok, a Twitch-es donate link az a Bobby néha streamer, a ennek a donate linkje az egy modern geek. Szóval ne keverjük, de itt jó van a leírásban, itt jó van a leírásban. Na! Ja, tudja már az egész világra. Azt kérdezi, hogy mitől vek, sulis feladat, jó, nem tudom mit mond, azt van, aztán meg számon kérem, mindent elmondok. Amúgy Esztinek ajánlom a műsor, már azt sem tudom, annyi műsora volt. Azt mondta, hogy megtetszett, legalábbis nekem ezt mondta, megtetszett tőle ez a beszélgetős műsor, és csinált a Twitch-en. Ezért a Twitch-en valószínű én szeretnék egy Csorba Eszti, egy Csocsó beszólás random kalkulátor, szóval jön donét, meghallgatunk egy random aranyköpést. Például a kedvencem a halálfélelemből akarok tanár lenni, de a kérdés az, hogy mitől vlog a vlog, és mitől lesz jó egy vlog? Na kezdj el jegyzetelni, Csocsókám. Mitől vlog a vlog? Micsoda kérdés? Micsoda kérdés? Az a baj, ez nagyon tág, ez az egész dolog, de szerintem a vlog, ugye, mint egy blog, az a internetes írott napló volt, a vlog meg ugyanez videós naplóba, szóval egyfajta a te naplód a nyilvánosság felé videós formába. Én úgy értelmezem, hogy a vlog az lehet többfajta, hogy kinek mit jelent. Valakinek azt, hogy a mindennapjait rögzíti meg és kommunikálja ki, azzal is szeretne közölni valamit, hogy ő hogyan éli az életét, vagy csak van egy tök jó közössége. Lehet teljesen ilyen termékorientáltan készíteni, mint ismerünk egyes klánokat, akik intolják a dolgokat. Én nekem egyfajta önkifejezés, hogyha mondhatok ilyet. Szóval, mint tudom, hogy a festőnek a festmény, vagy nem tudom. Szóval szerintem egy jó vlog az egyfajta önkifejezési videós anyag. Hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a Pottondi Enigma, Edina, így kell mondani? Az is vlog, amit csinál. Ő úgy fejezi ki magát. És mitől lesz jó egy vlog? Hát azt meg a nézőknek kell eldönteni, hogy ő mit szeret látni. Szeretné látni, hogy jaj, mi itt vagyunk a jakklubban, hogy másnak mennyivel jobb mint az élete, mint az enyém, akkor az. Ha valaki inspirálódni akar, vagy hangulatot kapni, akkor az. Ha valaki tudást akar növelni, vagy más akar látni, akkor meg emez. Az, hogy mitől jó a vlog, az szerintem személyfüggő. Szerintem az a jó vlog, aminek magában a dramaturgiájában és a szerkesztésében is benne van az ember. Az, hogyha meglátsz pár képsort, akkor azt tudod rá mondani, hogy ez ő. És a saját hangján szólal meg. Pottyondi? Pottyondi. Hoppá, az jó az a csoportnév. Bohém Bobberek Alma Paprikái. Ezt felírom. Eddig ezt tetszik a legjobban. Ez lesz a szavazás. Ez lesz a mai szavazás. Gyerekek, mit szóltok? Bohém. Csak már többit nem írtam fel. De nem is kell nekem. Miért írjam fel? Vannak ilyen zseniális moderátorjai, mint az Eszti. Zsanett, akkor a B-terve is létszi a nevemet, de kérlek CDE terv már ne legyen. Nem lesz, nem lesz. Összegyűjtenéd Eszti egy straw poolba, vagy hogy kell mondani a... És jött Kisáditól is. Egy $1.5. Üzenetet nem küldött, de gondolom támogat. Nagyon szépen köszönöm ezt a támogatásodat. Szóval jöhetnek, amit látsz a cseten, azt írd be straw poolba, és majd a
valahanyadik témánál elindítjuk a szavazást a végén, az adás végén majd szólok. Benne vagy? Itt csináljuk? Tegnap szóba hoztad gyerekkorod mesét, szerintem az is megérne egy műsort. Hát az biztos. Az biztos. Jó, hát a Krisz és drón felvételek, nem? Amúgy ki is tudod tűzni a komment, de csak egyet vagy többet is? Szóval írjatok nyugodtan Bobby csoport neveket, ma este meg kell változtatnunk, mert nagyon nem szeretnék több középkorú munkanélküli embert elutasítani, akkor mindig a szívem szakad meg, hogy ők várják a reményt. Na mindegy, ebben ne menjünk bele, mostanában valamilyen szociálisan érzékeny lettem, nem tudom, ez a korral jár. Sokkal szociálisabban érzékeny lettem, mint eddig voltam. Ma is rendesen felbasztam magam. 4-6-ra szállnék fel, ugye arrébb állunk az emberekkel, és volt egy ázsiai, kettő, nem tudom, két csaj volt, de ilyen idősebbek, és tudod, nem is léptek be a kiárat elé, hanem csak tudod, egy kicsit így megindultak, mert már jött ki az utolsó csávó. És az utolsó csávó akkora faszparaszt volt, hogy hallod, itt nem is jött elé, hanem csak ilyen, ez ilyen instant rasszizmus, hogy nem tudom, így megfogta a csajt, és így arrébb nyomta. És így ment ki, de nem is volt az útjába. Hallod, úgy felbasztam magam, hogy majdnem ilyen Karen szinten már neki akartam menni. Én nem tudom, mi van velem. Szociálisan érzékeny lettem, de lehet, hogy csak klimaxolok, még nem tudom. A klimax nekem gyanúsabb, lehet, hogy tudjátok, akkor hormonál. Na mindegy. Szóval ez a válaszom Csocsónak, aki amúgy pont nincs itt. És a másik nézői levél, amit kaptam, nézői levél, ez amúgy annyira tévésen hangzik, az egy kifejtős. Azt hiszem Instagramon kaptam, ugye, pazd meg, itt van, nem Rékától, csak ennyit mondok meg, tudom, nem olvasom fel az egész levelet, a lényeg az, mert nagyon aranyosan írt, meg felvezette, kicsit fényezte az ego, annyira fényezte egómat, hogy már érezte, hogy meg kell jegyezni, hogy de nem csak az egódat akarom fényezni. Na, az a lényeg, hogy ő most éppen a felvételi előtt áll, gimis, és segítséget szeretne. Kommunikációs szakra akar tovább menni, ha pedig oda nem veszik fel televíziós műsor készítőre, és nagyon szeret videókat felvenni, vágni, ötletelni, tökre érdekli, ez kreatív. És az én véleményemre, illetve a tapasztalatomra kíváncsi, hogy mennyire nehéz ezzel munkát találni, érdemes-e belevágni, stb. Ez a lényeg. Közben visszaállítom, mert szétkattintottam mindent. Max egy fél klimaxod. Na, erre azt tudom mondani, erről pont mostanában nagyon, ez nagyon jó jött ez a kérdés, mert mostanában akartam erről egy kicsit így jobban beszélni, hogy hígul nagyon ez a szakma. Nagyon durván. Mert divat lett. És most már nagyon sokan nem azért mennek ilyen médiás, tévés szakokra, mert bennük van valami érzék vagy késztetés, hanem mert divat lett. És ez például a legjobb példa a kommunikációs szak. Ha egy tévében akarsz riporter lenni, meg ilyenek, meg így szerkesztő, akkor egy jó irány, de ott nagyon sokan olyanok vannak. Attól nagyon sok ilyen, ott vannak a legtöbben, akik divatból felveszik. És most már nem feltétlenül tudsz megtéveszteni egy ilyen gazdaság. Antusz! Köszönöm szépen! Köszönöm. Szóval az ilyen közgazdaság is csajok kategóriájától, és ugyanazok vannak sokan kommunikációs szakon. Ez egy kicsit ilyen tanulhatsz, meg lesz egy papírod, de ilyen így nagyon nem adsz sokat szerintem.
dolgokból. A televíziós műsort készítő szerintem egy jobb ötlet, mert ugyanúgy lesz papírod, de az sokkal gyakorlatiasabb, mint a kommunikációs szak. Én például egy kicsit ilyen félig filmes, félig tévés szakom volt, ez a mozgóképkultúra és média ismeret, na és az nekem tök sokat adott. Én azt nagyon szerettem csinálni. Hoppá! Gyerekek, mi a fasz van itt? És ez font! Azt a botont! Cool! Köszi, tesó! Cool! És most már nagyon telítődött a szakma, de ez egy kicsit nekem másabb volt, sokat adott így, mert jobban bevezetett a dologba, meg lehet, hogy engem azért is már érdekelt. Szóval, hogyha nagyon érdekel, én nem tudom most már hova menni, mert már szerintem, amikor én mentem, már akkor is népszerűek voltak ezek a szakok, de... Na igen, Monti írja, hogy a közgáz diplomának van értelme, a bölcsésznek nincs. Lehet, hogy ez is igaz, mert hát én is okleveles művész vagyok, ezzel szoktam viccelni, diplomás. De nem. Meg azt kell figyelembe tartani, hogy már nagyon sokan elmentek erre a szakra. Szóval most már nehéz lesz melót találni ebbe, hogyha ilyen irányba akarsz elhelyezkedni. És például, ahogy néztük a való világot a Twitch-be, ott láttuk, ott azt hiszem meg is említettem, hogy nagyon hitvány voltak a design elemek. Nem volt olyan profi megcsinálva, amikor már csak az is olyan, hogy a tévékről nézik a dolgokat. Nem volt annyira szépen kidolgozva, mint régen. Hanem ilyen nagyon ótvar, gagyi, mint hogy ilyen youtuber színvonalon voltak a dolgok megcsinálva, és szerintem ők már az a szerkesztői, B-szerkesztői csapat csinálja, akik belementek ebbe az első hullámba, hogy ők kommunikáció szak, média tudomány, de ahol meg nincs annyira érzékük hozzá, csak csinálják és menően tudnak Starbucksot inni, nem tudom. Szóval nem vagyok annyira negatívan, egyszerűen csak tényleg az a baj, hogy nagyon telített lett a szakma olyanok által, akiknek semmi keresnivalójuk nincs ott, mert nem azért mennek, mert magukba, a hivatásukba érzik, hanem mert menő. És emiatt felhígult, nagyon felhígult, de erről a szakmában is lehet mondani, hogy mennyien sokan áron alul dolgoznak és kiszorítják azokat, akiknek több éves tapasztalatuk van, vagy profik kellék, az ember meg az olcsóra megy, és ez közös érték, érdek lenne, hogy ne menjen le mindenki, na mindegy, ár alá, de ez egy másik téma, de ez egész médiás, filmes, minden, jó, még a filmes nem annyira, mert az sokkal nehezebb, de ez itt a médiás, fotós, videós nagyon hígul felfelé, és olyanok könnyen eltűnhetnek, akiket érdekel. És igen, ahogy írtad a levélbe, nagyon fontos a kapcsolati rendszer. Ja. Ez rossz. Mert nekem leginkább abból a szempontból zavar, hogy mondjuk én is emlékszem egyetemen, hogy engem ez nagyon érdekelt, meg én éreztem, hogy van affinitásom, meg minden, és volt, aki azt se tudta, mi a fasz keres ott. És bosszú állók, meg ilyenek. Na mindegy. Mondjuk akkoriban még én is néztem ezeket. Na! Én fotósulit végeztem, de az is hígul felfelé. Hogyan éled meg az óriás... Hát ez akkora óriási hírnév, Roland, hogy... nagyon nehéz. Meg tudod, én már hozzászoktam, én már nagyon régóta jelen vagyok az interneten. Hát igen, igazából, hogyha azt a hírnevet, hogy így felismernek az utcán, azt már régen a Surreality-val megértem. De azzal, hogy... De ha arra hírnévre gondolsz, hogy most már sokan néznek, és nagyon profin átkötöm, az nagyon jó esik. Az, hogy most már kirakok valamit, és csomó interakció jön rá, nem csak az a pár, és hát elértük a legendás 10 000 feliratkozó gyermekeim. Hát, és beszéljünk erről, a legendás 10 000 feliratkozó. Készülnem kellett volna konfettivel, meg ilyenekkel, de sajnos... elmaradt.
Hát 10 000 feliratkozó, nagyon durva. Mindig azt mondtam, hogy ezt szeretném elérni, mert innentől már kicsit generálja magát, meg már tudom, hogy az itt van egy fasz a közösség, egy ilyen underground-abb, akiket érdekelnek az ilyen tartalom, és meg lett. És emlékszem, amúgy tavaly előtt volt az, hogy abban hagyom, ha nem lett meg a 10 000, de aztán milyen jó, hogy nem így tettem, ugye? És itt van a Beke Zsolt, na csá! Szóval nagyon örülök neki, de tényleg olyan durva, hogy mikor ugye pont Twitch-en, imádom, Twitch-eltem, mikor meglett a 10 000, és pont akkor ment el ez a kamerakép a net is, és azzal killódtam éppen itt, idegeskedtem, miközben meglett a 10 000 feliratkozó, hogyha valakit érdekel egy ilyen info. Szóval nagyon örülök, és remélem ez így is marad. És ahogy tényleg a mondást tartja, a jó öreg youtuber mondás, az olyan, mint a valóságban az első 1 000 000-t megkeresni. Az nehéz, onnantól már jobban beindulnak a dolgok. A YouTube-on ez az első 10 000. És tényleg volt, hogy meglett a 10 000, és egy napig nem csináltam semmit, és ilyen 300-zal megnőtt. És aki még nincs feliratkozva, gyertek! És tudjátok még mivel segítettek? Hogyha kommenteltek a videó alá, aki ezt most megnézte, és kommentelj valamit, a kedvenc pillanatodat, egy stáblista után videó ötletet, vagy csak azt írd le, hogy bagolyírtás. És akkor is jobban beajánlja a YouTube. Szóval ezért sokat segít, képzeljétek el, a YouTube statisztikából megtudtam, hogy a második stáblista után egy Dancsó videónál is ajánlott volt sokaknál, szóval... és írja már, hogy jók az arányok a 10 000 feliratkozóhoz képest. Igen, igen, és ez nagyon örülök ennek, hogy így van, és köszönöm nektek és a nem feliratkozottaknak is. Ezt kell egy kicsit majd most megtanulni, hogy másoknak úgy van, hogy van egy X számú feliratkozó, és általában annak a harmada nézi meg a videót, jobb esetben. Vagy a fele, de inkább a harmada. De nálam konkrétan 100%-os a arány. Majd ezt majd adás után lehet kommentelni. Új feliratkozó vagyok, tetszik, szimpi ez a stílus. Örülök, Csilla, hogy tetszik, tarts velünk. 3 fő műsorom van, amúgy lesz majd egy új fejléc is, hogy ezt a új nézőknek is tudtára adja, mert szerintem 3 műsor, fő műsor van ezzel a csatornán, és mind a 3 más. Van ez a Late Night Talk, van a köntösben, retro stílusban beszélgetünk, a videoblogom személyesebb, vagy néha ilyen trash-esebb dolgok, és a stáblista után. Szóval most már úgy érzem, hogy elkezdődött valami, el se hiszem meg, hogy így van bevételem a YouTube-ból, és így az elmúlt 2 hónapban, nekem ez így új, nekem így úgy volt, hogy évente talán egyszer kigyűlt. Vagy ha nagyon olyan év volt, akkor 2-szer, de az nagyon-nagyon durva volt, 2-szer fizetett. Elképesztő. Szóval nagyon szépen szeretnék tényleg köszönetet nyilvánítani hivatalosan is itt mindenkinek, aki itt van, aki feliratkozott, aki promózott, aki tovább küldte a videóját az anyjának, a barátainak, Marcinak, aki nagyon sokat boostolt ezen, a Fókusz Csopi Ádinak, aki megosztotta a stáblista után, szintén boostolt, és a moderátorainak főleg Gepárd Lacinak, aki mondta Marci is, meg is jelezte nekem, hogy nagyon durván tolta a promót, szóval tényleg köszönöm. Maradjatok itt, és továbbra is szóljatok barátaitoknak, testvéreteknek, de legfőképpen anyátoknak. Mikor lesz tagoknak opció? Legközelebb lesz, most már bekapcsolom azt, és ilyen kisfilmszerű vlogokat tervezel, még nagyon tervezek. Idén már 2 is ki van találva. Szeretnék nyáron egyet, ahhoz kell egy jó partner, meg hát a másik az nem biztos, hogy elkészül, az egy ilyen romantikus film paródia, vagyis ilyen, de lesz sokfajta, mindig ami jön.
ezt a vlogot egyáltalán nem akarom úgy csinálni. Na most akkor egy komoly, na most egy kis filmszelű, most trash hülyéskedős. Ami jön, az, az, az. Ennyi. Ja, és igen, és mi? Patreon. Azt nem tudom, mi írtam ide a Patreon. Lehet, hogy most kellett volna még csak elmondanom. Jaj, elnézést, ez a büfögés, ez nagyon szörnyű. De ez az a baj, a real life is tolom. Nem lett új Patreonunk. Vagy lehet, jaj, nekik is köszönöm, a Patreonosoknak, meg mindenkinek. Nem tudom, mi az az arany gepárd, geopárd előtte? Hát ő a legendás állatunk, aki, ő Leonardo DiCaprio, akiről nem tudjuk, hogy áldás vagy átok. Mindig ezt szoktam mondani, és a History Channel kutatói is még ezt kutatják, de azért nézzük meg. Ma még egy faszos téma sem volt. Mondom, kezdek felnőni. Nézd, milyen gyönyörű. Micsoda tes! Ja, és megmutatom a farkát is. Most már jó minőségben is meg tudjátok látni, ahol eltört a farka. Látjátok? Úgy néz ki. Ilyen üreges. De valahol megvan a farka, de én már farkatlanul kaptam meg. Nem lesz alvós ráv. Én nagyon nem szeretem, hogyha néznek, miközben alszom. Nekem ez ilyen parám. Vágóírtás település amúgy létezik? Hát persze, hát azért mondtam. Hát mátrai gyerek vagyok, ismerem Mátrába az összes település. És akkor 24 órás live, ugye azt ígértem mindig, hogyha meg lesz a 10 000 feliratkozó, akkor megtartom az első önálló 24 órás live-omat, és hát akkor meg is ragadnám az alkalmat, és bejelenteném, hogy ez február 6 és 7-én lesz. Na ez a Bobor János stílus, erről akartam még a stáblista után kapcsán beszélni, de majd legközelebb ezzel, már agyamra megy mindenki. De mindegy, ezt nem írtam fel. De mindegy, nem haladunk a többi témával. Szóval február 6-a, 7. Hölgyeim és uraim, 24 órás live. Egész nap műsorok lesznek, itt lesz a YouTube csatornámon, nem a Twitch-en, de lesznek Twitch-es tartalmai, szóval főzős live is itt lesz megtartva, szóval minden olyan... Grata 10 000 feliratkozóhoz nagyon köszönöm, Zoltség, és azt is köszönöm, hogy ezt egy 400 forintos donéter így gratulálsz, megajándékozol, elismersz. Csók a családnak. Szóval... lesz rendes műsormenet, terv, jönnek emberek, lesznek vendégek, nem tudom, mi a különbség a kettő között. De még nem biztos a február 6-a hét, még bármi közbe jöhet, de valahogy így meg lesz. De örültök, adjátok hogy lesz 24 órás live. Nem tudom, hogy fogom bírni alvás nélkül. Gondoltam egy olyat, hogy lehetne egy olyan, hogy én alszok, mondjuk egy pár órát, egy hármat, az nekem szerintem elég lenne, de közben a Late Night Talkman, mondjuk a Beke Zsolt meg a Csoki tartaná. Ez kurva jó lenne. Azt én tudom, többen meghaltak, mert én már kétszer végigcsináltam Marcival 24 órás live-ot, szóval már van egy kis tapasztalatom, tudom, hol vannak a gyenge izék. Annyi lesz, hogy, hogy minőségi 24 órás live legyen, hogy néha lesznek ilyen átállások, szóval lehet, hogy lesz ilyen fél órás szünetek, még én mondjuk átteszem a setupot mondjuk a konyhába, a főzős live-nál, meg hogyha megyek valahova, ilyenek. Szóval... lesznek ilyen fél órás szünetek, arra nem tudom, még valamit kitalálok, de sok minden lesz. Szóval én várom, és hát az ígéret szép szó. Ha betartják, úgy jó. Szóval lehet, hogy nem 6-7-e lesz, hanem utána való hét. Szóval lehet, hogy a 13-14. Mondjuk az meg lehet, hogy azért nem ment más, de... az a lényeg, hogy a kettő közül lesz valamelyik, mert utána meg bassz meg szüli napom lesz. Gyerekek, tegnap volt egy hónap. Na és
Most már egy nappal kevesebb, mint egy hónap múlva 28 éves leszek. Gyerekek, ez a 30 már kezd folytogatni. Már kezdem érezni a garatomnál a farkát. Valentina Bobival. Szóval Beke Zsolt, készülj fel, jössz te is 24 órás live-ozni, innen mondom. Feljössz, kifizetem az utat, dolédből kijön, itt alszol, csinálod te is, jó? Szülinapi 24 órás live? Amúgy lehet, hogy azt kéne, Norbi, ez nagyon jó ötlet. Öregszik Bobby is, hát igen, Svejsz, ó! Svejsz folyamatosan kola videót akar csinálni velem, de nem tudja, hogy mi. A kis halak, igen, halak vagyok. Minden igaz rám. Emocionális fasz vagyok. Szóval... Lehet, hogy legyen még egy héttel. Bazzeg, Bobby, akkor nem is vagy annyival fiatalabb? Hát nem, ez csak a fész a fiatal. Érted? Mindig ezt szoktam mondani, hogy hogy így külsőre lehet, hogy 20-nak nézek ki, de a lelkem 45. Amennyire kiégett szar vagyok, és megtörtént velem minden, amin lehetett, már átmentem az életem. Szóval is, ha kettőt átlagoljuk, abból kijön az életkorom. Szóval... Beke Zsolt egyszerre csak 2 órát tud élően maradni. Szóval a 23-án gyerekek, mindenki gyújtson egy gyertyát, érted? Jaj. És amúgy ezt igazából elmondom őszintén, hogy annyira gyorsan telik az idő, hogy még vártam a villamosra, pont abban a sztoriban, valami kijelző láttam, hogy a villamoson, hogy már hanyadika van. És így... Kurva élet. Miért fitymáltad az ételt, Marcinám? Azért, mert csak annyit mondok, hogy a Sallai az élő adás közben lett szarul és fosott kétszer, én másnap reggel, és alig tudtam hazajönni, Marciról meg nem tudunk semmit, mert értelmérgezést kaptunk, bazd meg! A Jay vajon hogy lehet? Ő kapta a legnagyobb el nem főtt húslevét, és ráadásul megette mindet. Eszembe jutott, hogy nézett ki a tányér. Ne temesd magad, Bobby, a férfiak csak nem esednek a korra. Köszönöm, Anna. Amúgy ez így van. Én szerintem még nem érzem magam a csúcson. Szóval én nekem még ez várat magára. Csak a hátom ne fáj mennyire. Itt van még 400 pénz, legyen pénz kávéra, 24-es live-hoz, köszönöm, Smejsz. Hát van egy matete a rekeszem, de... Én nem ettem sokat, én nagyon keveset ettem abból belőle. Pala Petya, ja igen, de nézzétek, Pala Petya írja, hogy én is új feliratkozó vagyok, és elkezdtem visszanézni a régi videóidat, nem is értem, miért nem néztek mindent. Ez a Smejsz. És Pala Petya, ő például egy olyan néző, hogy én ettől féltem mindig is, hogyha hirtelen mondjuk így több emberhez eljutnak a videóim, és basszus, már megcsináltam egy csomó mindent. 6000 videót senki nem nézi vissza, pedig olyan jó lenne. És a Petya a szorgalmasan nézi, és én látom a kommentjeidet, és tökre jó. Tökre örülök, hogy valaki visszanézi a régi videókat, és ír alá, meg a létnáttól, mert legfőképpen, hogy tetszik. Szóval... Szakadás stúdió, hát ezt hívják, mi az a kerék, adnak a keréknek. Nehéz. Hát ez jó lenne tudni. De én gyűjtenék kis pénzt, aztán 20-ra lapot húznék, megpróbálnék mást. Ami mondjuk mindig is érdekelt, amit szívesen csinálnék, beindítani valamit arról az oldalról, de nem úgy, hogy mondjuk
lenullázom vele magam, hanem azért valahogy biztosabb távol. Megpróbálnék változtatni, kilépni, de ugye nem ismerem a háttér dolgokat, így nem akarok itt most nagy bölcsös érvű belemenni. Nagyon kérlek, azt mondd el, hogy juttattad el a disznóvágásos videódat ennyi emberhez, érdekel a TikTok-od? Csoda! Egyetlen videó, amit a YouTube algoritmus szeret. Disznóvágás egy olyan téma, ami minden évben feljön, szóval én nekem a statisztikáim októbernél, vagyis a bevételnél így megy fel folyamatosan. Nézik, oldalak osztják meg. Most már beírott a disznóvágás, szerintem nagyon jó targetáltam, nagyon jó pont jó időbe tettem ki. Szerintem az is hozzátesz, hogy minőségi, hogy lehet, hogy sokan ezt küldik el. Rengeteg ázsiai oldal hozza le. Én csak ilyen, tudod, ilyen japán írásjeleket látok, mint a forgalom forrásaként. Szóval ezt így többen átvették és megosztották ilyen oldalak, mint disznóvágás. És ez. Igen, valaki mondta, hogy podcast, és én ugye valamelyik, sokan mondták tegnap is, hogy ezt podcastben is meg lehetne csinálni, de szerintem nem működne ez annyira jól podcastben. De hogyha azon mondjuk felteszem Spotira, de azért se teszem, mert itt azért fontos a interakció, lássátok itt a chatet, ami megy, meg ugye van, amikor itt is tevékenykedek, szóval volt már, hogy főztünk, videót néztünk, képet, szerintem ez nem feltétlenül, főleg mikor a vendéges adások, ugye mikor a Covid előtt, ugye folyamatosan csak vendéges adások voltak, az például egyáltalán nem működött szerintem volna hangba, megpróbálhatjuk, hogy feltöltöm őket, én nem tudom. Talpas lófasz csoport. Mi vagyunk a talpasló. Csilla, hát én amúgy pont ilyen youtubereket keresek inspiráló szempontjából is, mert én is olyan, olykor töltök fel videókat, aki kicsit művészének önmagát adja, és nem klisés videókat tője forbeszáll. Ilyenkor meghatódok egy kicsit, hogy elér, valahogy csak elérnek a videóim olyanokhoz, amilyenek. Apple is itt van. Apple! Melyik nap érsz rá, mester? Hát, mondd már, most már izé az a tulus cucc az befutcsolt. Én nem spameltem, de persze kidobhatsz. Szerintem nem nekem mondja. Figyelj, jövő héten valamikor. Hétköznap talán. Ja, valamelyik hétköznap. De csináljuk. Jó, ráfrissítek egyeket a Patreonra, hogy történt-e valaki, hogy bemondjam. Nem, és akkor menjünk egy témába bele, most már nagyon sokat beszéltem így magamról. Legyen új műsor podcastre. Amúgy már volt egy podcast műsorom, Before It Was Cool, szóval még senki nem csinált podcasteket, a Bubika csinált, és pont akkor hagyta abba, amikor fellendült. Csütörtök? Legyen. Legyen. Tiéd vagyok, Apple csütörtök. És mi Marcinál? Na és akkor most akkor menjünk egy kicsit témázzunk bele, mert amúgy sokan újak vattok itt talán, akik ezt az adást nézik, és amúgy nem szoktam ennyit magamról beszélni és a dolgaimról, de úgy gondoltam, hogy 10 000 feliratkozónál szerintem ez ünneplésénél, mert ez is egy téma volt, belefér. De kaptam egy nagyon, vagy hát mondtak nekem, mutatták nekem egy nagyon érdekes Facebook posztot, ami nagyon durva. Szóval ezt én nem hiszem el, hogy megtörtént, és előre szerintem, ezt most disclaimerben mondom, ha ezen röhögök, vagy ki fogom parodizálni az esetet, nem magáról a bántalmazás és az ilyen dolgokon fogok röhögni, hanem magán ezen a szituáción, hogy ez megtörténhet, és ezt fogom szatirikusan kielemezni, vagy rálátni. Mivel bárki érzékeny lelkű azt hiszi, hogy azon fogok röhögni, de nem. Már is megoldom, várjatok, itt egy gyors... Ez
Nagyon szépen köszönöm. Nevezzük csak Múzsának, akitől kaptam a témát. Ez így néz ki. Hoppá, de nagy! Bocsánat. Szóval így kezdődik a felhívás. Hopp, és jött egy Patreon! Jött egy Patreon! Na, sziasztok! Erről beszéltem az adás elején, hogy az OBS nálam bebugolt, és csinál ilyeneket. Szóval visszatértem, sziasztok! Annyira megörültem, hogy érkezett egy új Patreon, hogy kifüstölt a rendszer. Smejz! $5 a Bobflix előfizetés, smejz! Hát, te már nagyon jössz. Te már tényleg akarsz valamit, bazd meg. Most már ugye megyünk újra, jó, ugye a kollégáim jól szólnak, hogy megyünk, ugye? Kérem a visszajelzést fentről, hogy most már tényleg megyünk. Ugye ez volt az, amit meséltem a live elején, hogy a OBS néha ledobja. Nem szereti a mobil netet. Igen, látom már jó. Na, és mutatták nekem ezt a felhívást, a chat azt megpróbálom vizitelni. Most megint kezdi, de ez mindig csak ilyen hullámokba jön rá. Szóval még lehet, hogy még egyszer el fog menni. De legalább itt a YouTube-on jobb, mert nem az van, mint a Twitch-en, hogy ilyenkor indít egy újat. Na, itt vagytok? Közben írjátok már le azt is, hogy meddig, mikor ment el. Ja, a chatet rizitálnem kell. Hát igen, sajnos, nem tudom mi a baj, ezt utóbbi időben csinálja. Megfelezi a nézőket, hát tudom, de nem tudok mit csinálni. Jöjjenek vissza. Az meg. Sajnos nem tudok, stabil a net, minden stabil, ez most még lehet, hogy kétszer meg fog történni. Kérlek, ne menjetek el. Na, hol tartottam? Mikor mentél, nem voltunk ott. Hát, már én se. Na mondom tovább, szóval. Egy nőt és egy gyermekeit most megmentünk ebből a helyzetből, példával mutatva és erőt adva ezzel a többi hasonló helyzetben lévő nőnek. Hogyan segítünk mi? Egy új élet elindulását támogatjuk. Teljes körű jogi és pszichológiai támogatást nyújtunk, bla 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 bla, lakhatási segítséget. Hogyan jelentkez? Tölts ki az alábbi kérdéseimet, ha bántalmazó kapcsolatba élsz, és végleges kiutat keresel belőle. Teljes anonim titoktartás, bla bla bla. Segítséget, választjuk ki azt a nőt, akinek szakmai és anyagi támogatást nyújtva segítünk kapcsolata lezárásába és önmaga élete újraépítésébe. Mi a fasz? Hát ezt mikor megláttam, nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek, hogy ez így real. Szóval, mint hogyha ilyen valóságshowba egy ilyen csillag születikbe keresnék. Ha tudsz énekelni és táncolni, de ha még bántalmazott is vagy, jelentkezz! Szóval, de nézzük meg, figyeljetek! Egy kicsit. Eleve az, hogy 2 millió nőt ér fizikai bántalmazás, de egy nőt és gyermekeit megmentünk. Most akkor nem is értem, ez egy promó akar lenni? Na, várj, itt írja valaki, hogy nem egy valódi civil szervezet, hanem egy kislány, egy gazdag kislány, aki ezzel akar népszerű lenni, igen? Én ezt nem nagyon tudom, hogy ezt ki csinálta, annyira, ezt nem, én ezt mondom, ez egy jó téma lesz. Szóval,
És erről kommunikációk is fognak gyártani az oldalukra, ha valaki jelentkezik. És érted, egy nőt és gyermekét, hogyha már van lehetősége többet, akkor miért nem? Vagy miért pont egyet? Ez most mi? Téged nem bántalmaznak eléggé meg a gyerekedet, akkor téged nem mentünk meg? Vagy akkor miért hoz létre valami közösségi alapot, vagy nem tudom. Ezt nem hiszem el. És érted, hogyan segítünk? De ez is durva, hogy itt most jaj, pszichológus, meg minden támogatásra, de csak egy nőnek. Egy nőnek, akit eldöntünk mi, hogy elég szét van baszva az élete. És igen, írja Anna, létezik pszichológus, aki ehhez a nevét adta. Ez nagyon durva. És kérted, ki kell tölteni egy kérdőívet, nem tudom, nem néztem el a kérdőívet, hogy mennyire vagy bántalmazott? Hogy a faszba... Hogy jön valaki... De itt komolyan, ez South Park rész, mint ha megeleve lenne előttünk, hogy ez így megtörténik. Kisorsoljuk a szerencsés bántalmazottat, igen. De eleve leírja őt, hogy 2 millió nőt, nem embert, ugye férfiakat nem érhet bántalmazás a bejegyzés szerint, csak nőket, ugye ez is érdekes. De egy nőt és gyermeket megmentünk. Ezt nem hiszem, akkor miért nem ment meg többet? Vagy akkor inkább ne csinálja. Ez a Black Mirror a Fish-ről, és tényleg. És vágod, és mi lesz? Mi lesz? Nem tudom megnézni, mert ez már nem elérhető ez a poszt, ez egy print screen kaptam már meg én is. A Múzsa nevű kommentelőtől. És... mennyire bántalmazott 1-10-es skálán? Elfogyott az italom. Majd úgy tudom, hogy már nincs fent a poszt. Állj, ez Ciklon valamit linkelt. És, ja, itt még, ott még megvan. Ez nem tudom, hogy ez az igazi-e. Ugye rákattintunk. Ciklon linkét behiszek. Ja, itt van, figyelj, bejött. Next. Hogyan vehetjük fel veled a kapcsolatot, születési dátum, van egy gyermekem, bántalmazó kapcsolatban élsz? Igen? Nem. Mióta élsz jelenlegi bántalmazó kapcsolatodban? Hát én nagyon sokat írnék, hogy nyerjek. Kérlek, foglald össze, érted, mert fasznak kell álomutazás. Én egy normális életet szeretnék élni. Kérlek, foglald össze néhány mondatba azt, hogy szerinted mire lenne szükséged ahhoz, hogy ki tud lépni ebből a kapcsolatból. Hát egy passzív, agresszív, narcisztikus, agresszívmentes férfi vagy egy ember. Van olyan segítség, amit korábban igénybe vettél? Mi a legnehezebb számodra ebben az élethelyzetben? Mi motivál leginkább abban, hogy változtass az életeden? De ez... Bocsánat, de nem veszem, nem, egy mentálisan, egy ilyen depressziós ember, aki már nem teljesen érzékel a realitást, írja le, hogy mi motiválná, hogy kijöjjön ebből. Hát nem bazd meg. Közben jött egy donés, mez. Nem tudom, kikről beszélsz sajnos. Nem tudom, kik ők. De nagyon szépen köszönöm a donétet. És az is durva, hogy várjál, mit akartam még itt kiemelni, hogy... Felejtettem, mit akartam mondani ezzel még kapcsolatban. Ja, az, hogy érted, mondjuk azok, akik nem tudnak ebből kiutat találni, mert mondjuk tényleg olyan nem tudnak, mondjuk akár jobban, így,
agresszív pártól kikerülni ebből a kapcsolatból, mert olyanokkal zsarolja, vagy mondjuk lehet, hogy egyedül meg a gyerekét nem tudná fenntartani, és valami oknál fogva a legtöbb ilyen esetben bele van kényszerítve, nincs neki más lépése, hogy lépjen máshova, ezért nem is lépnek sokan. Akkor miért gondolták arra, hogy erre jelentkezne? Szóval... Nem értem. És... elképzeltem egy pillanatban, és pont ezt írja Anna is, hogy általában a bántalmazott nők, akik nem tudnak kilépni a kapcsolatban, nem tudják, hogy mi tudna nekik segíteni. Még nem ezt mondja, de igen, ez annyira szakmállítan, hogy idegesedtem. És hallod, elképzelem magam a Bántalmazottat keresek című, Bántalmazottat megmentünk című reality showból, ott áll a bemondó kislány, és akkor mondja, érkezzen, Zsuzsa már több éve panaszkodik arra, hogy férje elnyomja, és nem nézi semmibe, csak egy házi cselédnek. Érkezzen Zsuzsa, 42. Zsuzsi. Nagyon bántalmazott vagy? Igen. Zsuzsi, ütött már meg a férjed? Azt még nem, de... Ó, sajnálom, ez ide nem elég ebbe a műsorba, de azért meg szeretném kérdezni, hogy... beszél hozzá. Hát nem, mert nem engedi, hogy önmagam legyek. Sajnálom, nem vagy elég bántalmazó. Zsuzsa 42 kiesett a játékból. Érkezzen tovább, következő szereplőnk, Claudia 32. És tudod, hallom ezt a gagyi zenét, hogy ments meg, szerelem vagy, belehalok. És közben jön be a nő, ki tudja minek, ha sem tudom. Claudia, mennyire vagy bántalmazott? Nagyon. Volt már, hogy megütött a férjed? Igen. És elsírta magát, hölgyeim és uraim! Elsírta magát! Kérdezzük meg a zsűrit, hogy hogyan értékeli Claudia produkcióját. Damu Roland. Hát, ezt a versenyt nem nyerheti meg olyan, aki nem tud főzni. Claudia, te tudsz főzni? Hát annyira nem. Egy nőnek a konyhában a helye. És akkor így Claudia se nyerte meg. De látom a zsűrit, szerintem ti még ki tudtok elképzelni egy ilyen verseny zsűriébe. Szóval ez... Még egyszer említem, ez a kis sketch, ez a kis poén sketch, ez szatíra volt, hogy mennyire abszurd is ez a gondolat, nem a bántalmazás, és azon minden vele járójával parodizáltam ki, mielőtt bárki kiforgatná a szamát. Amit itt látunk mellettem, ez teljességgel mértékkel undorító. Elképesztő, hogy vannak ilyenek. Szóval... Nem tudom, ti mit gondoltok erről a posztról, itt fél szemben néha olvastam, de én ezt nem hiszem el. Egy kicsit tudod, bennem van, hogy mi van, hogyha ez csak egy média hack. Tudod, így mélyen legbelül abban reménykedek, hogy ez valami média hack akar csak lenni. Ez nem történhet meg igazán. Ugye, hogy mehetne a South Parkba? Várja, még a szavazás ne. Sőt, még promózom is. Hogyha még valakinek van ötlete, hogy mi legyen az új nézői csoportunknak a neve, azt kérlek írja be a chatre, és Eszti bővíti is a chat falat. Nem valósul meg? Nézd meg a linket! Szotyi már kutató munká, ezért szeretem. Akkor szerintem ilyen legjobb... Ja igen, nem tehetsz róla, de tehetsz ellen. Amúgy itt láttam ezt a posztot. Hú, ezt nem olvasom most végig. Ez eléggé megakasztanám a műsort. Olyan vagyok, mint Beked Zsolt a Discord szerverünkön. Ez egy jó írás. Én ajánlom, hogy olvassátok el, mert én ezt ismerem, ezt az írást. Mert én innen szedtem a képeket is, ha jól tudom. Ja, itt van kommentbe. Na, figyeljetek, ezt mondjuk felolvasom. Ez a reakciója a Dóra Naturának.
Köszönjük, az teljes jó szándék vezérelt bennünket. Igen, amúgy lehet, hogy a jó szándék vezérelte őket, ha belegondolunk. Jó, figyeljetek, azt írta, hogy ugyanakkor a visszajelzések tükrében mindenképpen át fogjuk gondolni, hogy hogyan tehetnénk jobbá a kampányunkat, és segíthetnénk minél több érintett nőnek ezen keresztül. Akár, arról akár együtt is gondolkodhatnánk, hogy az általunk eredetileg ennő támogatására felajánlott 2,5 millió forintnak hol lenne a legmegfelelőbb helye? Megint az, ezt inkább szeret ezt a 2,5 milliót valami, valahogy máshogy kéne, szerintem valami közösségi, vagy valami hasonló szervezetet támogatni és oda betolni, mint sem az, hogy egy nő, de viszont örülök annak, szóval ennek nagyon örülök, hogy MB, wow, nem is kevés euró donételt, azt a macska rúgja meg. Meg is nézzük, hogy írt-e valamit, nem mondod, hogy bezártam a Streamlabs-et. Nem írt semmit. Szóval ez amúgy nagyon jó így a sztori lezárásának, hogy amúgy belátták, hogy ez too much volt. Szóval ezt mondjuk értékelem bennük, szóval így ez itt kerek történet lett a végére, én úgy érzem. Mont írja, de ez szerintem, ha nem ért hozzá, ne kezdjen bele, mert nem hiszem, hogy bárki tudja ezt a folyamatot végigvinni, minden előképzettség, tapasztalat és valódi szervezet nélkül. Pinned a kommentem? Melyiket? Ja? De könyörgöm, ott vannak a családsegítő szolgálatok, az anyaotthonok, pénz nélkül ők is pedig itt pályáztatták a támogatást. Hát igen, amúgy, ez nagyon érdekes. Azt kéne, itt vannak ezek a szervezetek, de az a baj, hogy a legtöbb nő nem is ismeri fel a legtöbb ember, hogy ilyenben van benne. Meg amit előbb mondtam, hogy egyszerűen nincs neki kiút. Hogy olyan zsákutcával van belekényszerítve, és valahogy ez kéne. És nem is mernek ilyennek felé nyitni. Most azon gondolkozok, hogy ez hogy lehetne valahogy jobban. Mert már számtalan olyan esetről is hallottam, amikor a harmadik felek próbáltak egy kapcsolatba belemenni, és ugyanúgy az, vagy megmenteni, vagy valamit segíteni, és legtöbb esetben ugyanúgy a szenvedő fél még jobban megszívta, szóval. Hát nem tudom. Nem tudom. Twitchen csak gameplayt szoktam, videónézős live-okat tolni, meg főzős live-okat. A Late Night Talk, mert mindig a YouTube csatornán megy. És a bántalmazott férfiaknak is van hasonló? Na igen. Azokról soha nem beszélünk, mert hát a férfiakat nem lehet se fizikailag, se szellemileg bántalmazni. Ugye? Mert ők macsúk. De szerintem biztos mindenki tud egy-két példát mondani, vagy vannak olyanok egyen-ketten. Na jó, ezután a kicsit morbid téma után váltsunk, kicsit nézzük meg a linkeket, nagyon jó Gepard László profi, moderátori profizmussal teszi be a linkeket. Ha még nem követtél be Facebookon, gyere, ott mindig ki van posztolva minden videó, és hogyha erre a csatornára nem iratkoztál fel, tedd meg, és nyomjátok be a csengőt, bár a csengő is be nem lehet megbízni, mert nagyon sokszor nem posztol, nem küld időbe, de hát azért jobb, mint a semmi. Instagramon gyertek, most fogom jövő héten elvinni egy tekercs filmet előhívatni, szóval analóg fotókat is láthattok majd, ott a Twitch. Patreonon pedig, aki rendszeresen támogatni szeretne, rengeteg opció közül tud választani. Szóval igen, menjünk tovább, és jön az utolsó témánk, és hamarosan véget is ér a műsoridőnk, szóval kezd el!
ezt megcsinálni a szavazást, most kezd el, és értünk az utolsó, egy kicsit egy könnyedebb témával zárjunk, a kellemetlen elköszönések. És itt most szeretném, hogy ti írjatok saját sztorikat, hogy milyen kellemetlen elköszönésetekben volt részetek, vagy ilyen szituációkban. Most arra gondolok, hogy mondjuk egy randi után van egy csók, van a nem, hogy köszöntök el, és főleg arra jöttem rá, hogy ezekben a mai maszkos időkben még nehezebb ez, még kellemetlenebb tud lenni, szóval most érted, hogy akkor hogy köszönsz el mondjuk, aki is hello, vagy ölelés, de hát vírus, vagy az mindegy, vagy akkor maszkot lehúzod, és akkor az ilyen szexi, hogy lehúzod neki, meg magadnak, vagy akkor egyszerre húzzátok le, vagy azzal, hogy ő lehúzza, de te fenntartod, mondod, hogy no, vagy akkor olyan lesz, mint a Twitch-en, amit néztünk a szerelem első látásban, hogy ilyen... Értitek? A randi utáni elköszönések. Igen, lehet, hogy eznek kellett volna a témának lennie, de így ez a maszkos, covidos időkben nagyon kellemetlen tud, és mindenkivel ez van, de nem csak randi téren, hanem így pasiknál is, hogy na jó, akkor szia, akkor ne, kezel, hopp. Alex, nagyon szépen köszönöm ezt a szívet nézés hányó emojit, és persze a donétet is. Én is ezt érzem most. Ez van a lelkemben, mint ez emoji. És akkor tudod, van ez az izé, hogy hát, ja, nem, vagy te kezelsz? Nem, én nem, de én leszalom. Jó, akkor én is leszalom, de na ne, vagy pacs, de akkor is összeér, láb, nem, vagy akkor mi, jó. Na mindegy, megyek, ciao, és akkor tudod, a másik meg tudod, akkor, vagy akkor te nem akarsz kezelni, ki tudja, mit fog össze, de nyújtod, nem akarsz kezelni, hello. Szóval vannak ilyen sztorik. Nekem mesélte valaki egy ilyen sztorit, hogy megkérdeztem ismerőseimet is, hogy meséljenek ilyen sztorit. És volt olyan, hogy nem tudtak elköszönni, annyira zavarba volt, annyira túl volt húzva ez a köszönés, hogy inkább felhívta magához ilyettébe, és hát meg is történt, aminek meg kellett, és csak reggel távozott. Nem akkor könnyebb volt az elköszönés, ugye? Nekem ezt csak mesélték. Na nézzük, jönnek a sztorik. Ez egy tipikusan jó téma szerintem. Péter, amikor 3 hétig kórházban voltam és vittek osztályról osztályra, sehonnan nem tudtam úgy elköszönni, hogy viszontlátásra. Na jó. Ez tényleg morbid. Nem tudom, hopp. Nézd a MB, hát mennyi? Mennyi már ez? 5,5 euró. A barátom szeret téged, szerintem klassz vagy, de nem beszélek magyarul. I love you too, MB. I hope you are speaking English. Mert mindig elfelejtem a kamu angolomnál, hogy kell használnom az orosz akcentusomat is. Thank you very much, my friend. Az képest elég jó legy, szerintem... De ez hogy fordítva nem fordítja legyen jó. Na, én barátaimmal a lábfejünket ütjük össze kétszer, szerintem tök mókás. Szerintem is jó, nekem is bejön. Kb. 17 voltam, a csaj 15. Találkozás nagy részében a telefon nyomkodta, a végén mennem kell, majd beszélünk. Utána hiába írtam, nem válaszolt többé. Hát igen. Igen. Ez nagyon cringe. Amikor 10 perc után lerázod a csajt kamu indokkal, ami egyértelmű, és szarul hazudott, hogy még beszélünk, az felbecsülhetetlen. Júj! Ez csúnya, nem szabad ilyet. Mindenkinek meg kell adni az esélyt, nem? Én mindig vihogok, ha zavarba vagyok a kínos elköszönésekkor. Szia uram, meghallom ezt a köszönést, és ráz a hideg a cringe-től. Igen.
Igen, a brófisztes ökölpacsit most én is tudom, és mindig ciki, ha valaki nem vágja, mit akarok, de az a taktika, hogy nagyon határozottan, és megelőzve a másikat, nyomom az ökölön, így nagyjából vágják. Context is matter, csak ennyit szeretnék mondani. Megesett, hogy egy csajjal meg lett beszélve, hogy első talikor fennalszik Pesten, és nálam történne, amikor találkoztunk, kiderült, eléggé idősek voltak, a képek, és mellé unalmas a csaj. Kellemetlen volt munkára hivatkozva felrakni a vonatra 30 perc után, hogy még beszélünk. Ne! Jaj. Randi után tankolásnál még látod az üzenetet, hogy majd be... De srácok, ne már! Mi ez a sok ilyen elköszönős, leignorálós? Hát milyen... Ne már! Az a legjobb, amikor rendesen elköszöntök valakivel, puszi a családnak és minden jót, majd ugyanarra indultok el. Jó, ez nagyon true. Na jó, akkor megyek. És van a másik, ez annál, ez nagyon jó, amit ír, és van a másik, amikor látod, hogy ő is arra megy, de jó, már elköszöntünk, mert nem akarok vele menni, ezért én a másik irányba indulok el, és akkor bevállalom azt, hogy teszek egy kört, de mondjuk itt már megint beérem. Az megvan. És akkor... Ja, eszembe jutott, hogy mi... A, tudod... Igen. Hello. De fordítóval írta MB, mondtam neki, hogy nézlek, erre kiment a konyhába és bedondé, mert üv Dortmundból. De jó. Vasvári Péter, art. Oppa, itt van művészet. Köszönöm az 5,5 euró Dortmund. Akkor az... Az hol van? Ez Deutschland? Vagy nem, az ilyen, nem, az ilyen nagyon nyugatiasan hangzik. Gyerekek, én megmondom őszintén, én a földrajz tudásom, én az elég sok mindenbe tájékozott vagyok, főleg művészet, meg ilyen popkultúra, sima kultúra, de földrajzból bazd meg, mint egy segg. Szóval olyan szinten, akkor jól gondoltam a Németországot. Jó. Deutschland, sprichst du Deutsch, ich bin eine Geburtstagparty. Danke schön, ich liebe dich. Na jó, akkor mégis tudtam, bazd meg, nem tudok hibázni. Na. Volt egy nagyon gyenge randi, egymásra néztünk, és csak annyit kérdeztem, hogy mehetek? És végül ugyanabban az irányba indultunk. Szakács suliba utáltam a tesi tanárt, amikor átvettük a bizonyítványt és a szaklevelet, arcon köptem a test. Azért ez elég durva. Azért... Jó. A csávó órákat késett, azt felhívott, hogy akkor találkozzunk. A haverokkal voltunk, többször meg akart csókolni, fiú barátom segítette rá. De az is kellene, amikor mondott, hogy király volt, mikor lesz a következő, és a válaszra, hogy figyelj, szerintem ezt nem kéne erőltetni, szia! De legalább őszinte is nyílt, én szerintem ez még mindig jobb, mint a na majd találkozunk, meg beszélünk, és lófasz. Érted? Nekem az volt a legcikibb, amikor egy órával Tali előtt mondta le a csaj, arra iratkozó, hogy herpesze van. Mondtam magamban, ha nem smárolni akar, vagy leszopni, akkor nem mindegy. De akkor már minek? Ez mi lett belőle? Lehetne olyan szavazás is, hogy innentől csak német nyelven menjen a stream. De tényleg már kint van a szavazás? Eszti, nem láttam. Most már kimehet? Hát, Bobek, áruld már, nekem kopasz embernek hány munkája ilyen hajat növeszteni? Hát, sok. De amúgy nekem nagy alapból is dús göndör, és a menbán már, ugye sokáig menbánba holtam évekig, és néha mai napig is szoktam nagyon ritkán, de attól nagyon hult a hajam. Mióta nem úgy hordom, azóta nem. De én szóltam, vagy csak akartam.
soha többet nem beszéltünk a herpeszes csajosszal. Egyetértek, legyetek őszinték, nekem sokszor nem ment, és sokszor bántottam meg embereket. Nem éri meg. És ráadásul mind meghalunk néven, ez még szebb. Bobby, az a durva, amikor van az új kapcsolat, és hirtelen találkozol az ex-szel, férfi, és egy új bántalmazó, és az új egy bántalmazó, és az ex menti meg őt, végül újra szerelem, baráti szod. Ezt nem teljesen értem. Még volt egy olyan, hogy Pesten találkoztunk volna, már villamoson ültem, mondta, hogy rosszul érzi magát, de én se sztoriban még láttam a pószt a Lánchídon. Na nézzük, mik vannak. Lehet többre is szavazni. Mi legyen a Bobby Facebook csoportjának a neve? Bohém Bobberek Alma Paprikán, én is szavazok. Nem mondom el mire. Bobby Borgyúi, Doki Bobik Palotta, Talpas Talkmansz, Bobberek, a stáblistán túliak, ú, de jó ez is! Talpas Farkas Bobberek, Talpas Lófasz csoport, Bobesztánia. Én négyre szavaztam ebből. Nekem tetszik a Bohém Bobberek, nem befolyásolok senkit. Mindig ez van, mindig befolyásolom. Annyira örülök a 10 000-nek, hogy megint feliratkozom. Tegyétek, és tegye meg mindenki. Deutschland friend. You. Du. Hast. Subscriben, Zeben, YouTube spielen. Ez a iratkozzon fel a német barát is. Huszon látom ismerősöm, nem akartam oda venni, de ő... Jaj, igen, ez is Ábel, amit mond. De ő összevesz, és elkezdett integetni, én meg lassan elfőzök a busz ablaka felé, közben látta, hogy láttam. És a más, a buszos, mikor egyszerre szállsz fel valakivel, ott mindig elsőnek szállj fel. Na, ha leülsz, akkor a másiknak kell dönteni, hogy melléd ül, vagy el. És akkor azt meg le kell kommunikálni? Ez is annyira nehéz. Vagy beülsz, mert illik, és cringe-eltek. Várjál, most kipinnelem a szavazást. Adta szavazás. Nekem olyan volt, hogy buliban a haveri társasága voltam, és tök random Pali oda ment az egyik lányhoz a társaságunkból, és azt mondta neki, itt a Fun Made Maker! Na mi van veled? Hát mindenki ezt kérdezi. Hogy a haverja küldte ide, hogy tetszik neki. Marci itt adás végére beesett. Mondd el, mindenki kérdezi, hogy miért nem volt live. Csak annyit tudtam mondani, hogy reggel, mikor találkoztunk, értelmetlen szavak hagyták el a szádat, de többet nem tudtunk meg. Mi van veled? Miért nem volt ma kívánság kosár live? Amúgy nem tudom, hogy arra emlékszel-e még, de nekem is fájt a poci reggel, és ki is jött minden. De ha már itt van Fun Made Maker Marci, akkor itt a egy rím, jól nyalt ki. Elaludtam Márton. Én azt mondom, gyere, így áll te bátor. De ugye kezdtek belejönni, nem? Tagok látják. Nem kell újra próbálkozni az este után, de gyerekek, 2 hét múlva nézzétek a stáblista utánt. Hoppá! Nem? Ez se?
Na, elmondom, mire szavaztam én. Ugye van egy szavazásunk, mi legyen az új Facebook, új neve a Facebook csoportnak. Ugye nagyon sokan a Munkák és Társai TS irodára munka lehetőségért jönnek, és már nem volt szívem több embert elutasítani. Én a Bohém Bobberek alma paprikáira szavaztam, a Talpas Talkmansra, a Bobberek és a Stáblistán túliakra. Nekem megmondom, talán a Stáblistán túliak a kedvencem, meg az alma paprika. És én nem is tudom megnézni, de... De nem akarok be... Azt a mennyi... 235 szavazat érkezett? Mi a fasz? Mennyien vagyunk? Hányan... Amúgy én is tudom, hány ember volt ma. Hányan vagyunk, gyerekek? De milyen 80-an, mint szoktunk? Tudom, hogy mostanában így megnőtt, meg felmentünk 230-ra. Hányan vagyunk, gyerekek? 410 vagyunk! Mi a fasz? Mi? Keci? Mióta? Jézusom! 430. Az kemény. 400 plusz volt szinte végig. 420. Keci, nem is figyeltem a nézettséget. Azt a de kemény. Mi a fasz? Itt tartunk már, de örülök neki. Azt a... Akkor a lájkokat csak feltoljuk 300-ra, nem? 300-ig csak felvisszük a lájkokat. Azt a nagyon örülök mindenkinek, aki még ha passzívan vagytok, én is ilyen passzív néző típus vagyok, ritkán kommentelek. Ez kurva jó. Ez jó. És látjátok, még így is kényelmesen beszélünk, nem pörög annyira a chat, meg nincs annyi minden fasság, mint amit mindig is féltek a OG Bobby nézők, hogy jó, csak ne legyünk sokan, elvész a családi hangulat. Szerintem tökre megvan így is. Je, yeah, én voltam a 420-dik, és pont be vagyok tépve. Jaj, nagyon örülök. Hát gyerekek, lassan a műsor végéhez is érünk, és nézzétek, meg lesz a 289 like. Egyszer nem volt nálam diákom, és pont jött az ellenőr. Mondtam neki, hogy sietek, mert szül az asszony, meg nem értette, mert csak 15 voltam. Úgyhogy amíg meg volt zavarodva, addig ott hagytam. Jó, gyerekek, nézzünk, tényleg zárjuk le az műsort, utolsó szavazatok, utolsó lájkok, utolsó feliratkozások, utolsó donétek, gyerekek, beléptünk az utolsó 5 percben, szép lassan köszönünk el, hát, ne, hát én be vagyok szalva, gyerekek. És megvan a 300 lájk, megvan a 300 lájk. Jó, stream, nem egy Patreont akarok csekkolni. Az a baj, Beke Zsoltan lenni, ilyen Beke Zsoltosan beszélek már nagyon sokszor, már csak viccből. Smejz volt a utolsó Patreonunk. Jaj! Utolsó! Milán atya lett az utolsó! Milán atya lett a mai adás utolsó donételője, nagyon szépen köszönöm, és ezért neked elnyomok egy pop, pop! Smejz! Nem hagyja el! Én vagyok az utolsó. Akkor Smejz! Smejz is kap egy pop, pop! És Smejz lett a mai adás utolsó. De Maja! Egy integető cica! Egy integető cica, miszor! Hát és donét háború! Hölgyeim és uraim! Elkezdődött 2021 donét háborúja. Milán atya ezt nem hagyja, nem engedi, hogy egy cicás emoji megelőzze. Smejsz, akkor is én leszek az utolsó. De ez Szebi, kam. Annyit írt, hogy kam. Szóval kamu. Szóval... Szerintem igen, a kamerát még nem állítottam be sokszor. És Milán atya azt mondja, nem! De László! László Binder! No, álljatok! Smejz!
Na, itt van a kínos kiköszönés. Megtörténik, amiről beszélünk. És Milán atya? Milán atya nem adja, ami... Na, 400-zal visszajön. Túrjad a havat! Még a toll is kiesett. Mit keresett a gatyámba a tolla? És tud Karácsony Sallai Varázsó Gergely Márk, Bobek a legjobb nicknév, azaz Eszti a moderátor. Én is versenyzek, ne hagyjatok ki, hashtag Bobberek, bedurantod, de nem, Anna, Anna is, Nóri, Nóri küldi, Smejsz feladta, és ott van Milán atya lett az utolsó, az ezressel, én leszek az utolsó, de nem, mert mind meghalunk, azt mondja keep it up, gyerünk, Kati, Kati Tom. Ez az első Tóth Már Bobek donate verseny, gyerekek. Hú, gyerekek. Na de Nóri, Milán atya még mindig szépen adagolja, az a taktikája mindig kicsit. Norbert, Norbert kis ezt nem engedi. Jézusom, most már nem tudom követni. Fotocellás, T-rex ajtó felett, ajtó ketrec megérkezett. Na kezdődjön a verseny. Szebi se engedi el egy kis 200-assal, de nyúl. De akkor Zsanett! Még egy-két ázsiai nézőre odatolja. Majd azt mondja Milán atya, hogy 400-zal ő lesz az utolsó. De Smejsz még se adta fel! 200! Smejsz 200-zal! Ezt nem hiszem el! Én nem is tudom már, hol tartok? István, István is, István, hát ha ő lesz az utolsó, elindul, de Antusz, úristen Antusz! Na jó, nyugodjunk meg, Antusz. Mi az a Ron? Azt sem tudom, mi az a Ron. Ez valami korona? Péter Mesterházi az utolsó előttit elküldte. Én már ehhez meg kell dörzsölnem az aranytigrist, bázd meg! De nem, Zsoli Zsuga ezressel. De Zsombor is, Marci, odaadta a múltkor itt? Nem. De mondjuk meghívom, most nála ingyen itt a mettem, szóval úgy visszaadta, így vissza. Valaki beszélt, valaki meg is szólaltatta. Hát itt olyan dolog történt, hogy itt valami meg is szólalt. Gyerekek, valami megszólalt. I'm in, azt mondta Bence, hogy I'm in. Valaki... László Binder, valaki tud kölcsön adni fizetésig? Jézusom, mi történik itt? Mi történik itt, hölgyeim és uraim? Jaj, Istenem. Milán atya, László, igen. Maja is, Maja. Maja is egy 200-as, nem áll le a hang. Olyan nincs, hogy én kimaradjak ebből, hashtag bomberek. Tóth, Karácsony, Sallai Varázsó, Gergely, Márk, Bobek. Nézzük, Milán atya 400-zal befejezte. Milán atya lett az utolsó. És Zoli! És Zoli nem engedi el ezt. Nem engedi ezt. Anna! Honnan jött Anna? Comeback is real. Na halihó, nyalihó. Utolsó. Tényleg, Milán atya az utolsó. Tényleg, én neki adom az utolsót. Jó, srácok. Hát mindjárt lenyalom a izét, Diprátiót. Nagyon szépen köszönöm, megrendezésre került az első donate verseny. Szóval Milán atya lett a győztes, nagyon szépen köszönöm. Amúgy tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Tudom, hogy nem csak a dicsőség, hanem azért, hogy engem támogassatok. Mi a fasz? Csaba Horváth és I Don't Flow. Milán atya, jó, Milán atya megint lezárta. Martin! Martin! Martin Ficsúra. És Milán atya. Milán atya egy 200-asség adaton. Nem volt ma nap kommentje. Tényleg még azt akarom bevezetni.
Mr. Kurva anyád, ezt nagyon sokan mondják, hogy Bobor János a stílusom, én nem tudom miért. Néznem kell Bobor Ján, de erről majd legközelebbi létnál Talkman-be beszélünk. Nagyon szépen köszönöm te minden, de most viccen kívül amúgy kis stream nagy pénz. Nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak, aki donételt, most így a hajrában is. Ez jó munka volt a végére, de nem, tényleg álljatok meg. Maja! Maja! És László! Virágnatya lezárja a streamet. Jó, gyorsan összesítem a szavazatokat, gyerekek, mert így nem lesz vége soha. Gyorsan. Na, mi lesz az új neve? Zsugár Dedit keresek, de csak hogy támogassam Bobeket. Gyerekek, de aranyosak vagytok, amúgy kurva cukik vagytok. Bobi, vagy eldonéterem az összes pépen, vagy befejezed a live-ot, melyik lesz. És Milán atya ismét lezárta. Köszönöm, srácok, tényleg. Lezárom a streamen nagyon gyorsan. Összesítsük a szavazatokat, szóval mi legyen a következő late night, vagy a minél a csoportnak a neve, nem tudom, hol kell megnézni. Itt nézzünk, frissítek. A harmadik lett a Bohém Bomberek Almapaprikái, Talpas Rófasz csoport a második, és a stáblistán túliak lett az első. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki szavazott. Remélem a pap-pap az csak lemarad. Már nincs pénzem, és Dávid Bód is. És 400-a Milán atya lezárta, tényleg zárjuk le, gyerekek. Elég, köszönöm. Zoli. Jó. Nem, ez tényleg, ezt nekem kell lezárnom. Nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek. Annyira, amúgy tök aranyosak vagy. Epül, hol vagy? Na még azt kéne, hogy ő is beszálljon. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a donétert. Tényleg, én nem is tudom, mit mondjak. Ez nagyon durva. Martin Ficsura, köszönöm szépen, Martin. Milán atya nyer, oké, köszönöm tényleg. Na, akkor megvan a szavazás, megvannak a lájkok, azt hiszem a donétek is megvannak, megérkeztek. De még egyszer, aki Facebookon tudtok követni, Instán, Patreonon támogatni, ezt már csak egy halkan merem mondani, de tényleg... de megijedtem, oké, lejött. Ez amúgy tényleg tökéletes ünneplése a 10 000-nek, ezt ennek tudom, de nagyon szépen köszönöm tényleg. Megvolt minden, várlak titeket legközelebb is, jövő héten Bobby Vlog jön a legjobb és kedvenc easter egg utalásaimmal a 2020-as videóimba. Aztán hamarosan találkozunk legközelebb is. Vigyázzatok magatokra, amennyire tudtok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Aki utoljára nézi meg, kommentelje be, hogy mit is? Bagolyírtás, a tagságot nem felejtem el legközelebb, és sohasem hagyjátok Kansasbe Totót. Gratulálok Milán atyának, és köszönöm tényleg még egyszer mindenkinek. Lányos zavarba jöttem. Sziasztok!